Sziasztok, én Bakrok vagyok, és üdv újra a DDD Hungary csatorna. A mai játékunk az nem más, mint The Spirit and the Mouse. Ez a játék 2022-ben jelent meg, bár legalábbis akkor van fent Epicen. És ugyebár ez ingyenes, vagy ingyenes volt, attól függ mikor került ki a videó. Ingyenes volt Epicen egy hétig, ugye szokásos, epikus dolgok. Na szóval, kipróbáljuk a játékot. Ez egy, hát ilyen platformernek mondható. Igazából a trailereket, hogy néztem meg a képeket a játékból. Így jött át, ugye meg a leírásba. Röviden nem hozom az időt. New file. Nem tudom, miről van szó, most indítom először. Levettem a zenét. Azt hajrá, meglássuk, hogy miről van itt. Szóval ez a mi kis sztorink egy hideg, esős időbe játszódik. Egy kis izébe. Falucskába. Mindenki elbújt ugye az eső miatt. Ilyen jó kis chilles izé van, zene. Itt egy cica. Na, a kis izénknek hosszú estéje lesz a kis egerőknek, bár magányosan. Na. De valami furcsaság dolgozott, valami nem várt dolog. Na, ez a mi főhősünk, hogy látszik, így is van. Szóval mi vagyunk ez a kis fehér egér. Mi vagyunk az egér. Először én tudjuk be. Ugrani, hát nem nagyon lehet, de cincegni lehet. A shift az a kúszás. Nincs ezek szerint. Ez egy tutorial. Használ az egeret, hogy szögörben íz. Space-re hallgatózunk. Ezek a zégők. Elmegy az ár, ugye kérdezi, mi történik? Elmegy az árra. Hát ez... Ez pont mára nem kellene. Hát igen. A kis egér meglátta a nem túl boldog embereket. És segítségét akar nyújtani. De ő csak egy sima egér. Még bírna, hogy csinál? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon minden nagynak tűnik igazából. Logikus is szerintem. Tudunk itt átbújni. Logikus is szerintem. Minden nagy. Szóval... Aha. Ha fel akarunk menni a falugrani igazából, akkor Space-ke megint. Ez igazából hasonló koncepció, mint a Stray-be, ami volt. Ugye macskák voltunk. Itt meg egerek. Ki hitte volna? Igazából ez autojump. Hoppá, vödör. Gondoltam, hogy izé, hogy üreges, de ezek szerint hát. Na, meg egy kicsit hallgatózom. Mi a fené? Kinyitom a friss, vagy izé hűtőt. Akkor a csengő alacsony. Mi van ezzel a helyre? Kérdezi. Valamit ez az, izé, ez az eső, ez a vihar, amit tönkretett. Olyan, mint meg lennénk átkozva. Hát, hogyha az embereknek ugye lenne egy kis segítsége valakit, hogy megoldja a problémáját, ez gondolt az egre, hogy akkor boldogabbak lennének. Hát, amennyi problémánk van az életben,
hogy ilyen emberek mindig szükségünk van segítségre. Na de merre megyünk? Ez itt egy kérdés. Ha a főbűrünk várja. Ha? Főbűrünk a mász. Ide jó. Uncharted, tiszta Uncharted. Lara Croft. Hajrá, hajrá. Így mászik fel az éjbe és a padlásszobába az egér. Ne szóval, egy falusi, egy asszony azt mondja, hogy megint esik, vagy ismét esik. Most teregettem ki a ruhákat. Jobb lesz, hogyha felsz, mielőtt eláll. Ez az ablak megint beragadt, mint mindig. És feldobta a sálat. Ez volt a kedvenc sálam, azt mondja. Elrepült. És felakad valahogy. Csak így repül, szó szerint. Fent akad. Ja. Ez a szob tetej. Az egér ezt látta és gondolta. Ő főbír mászol a nagy oszlopra, és lehozhatja azt a sálat. Ez az ő esélye. Egy kis boldogságot viszem be a kis falucskába. Nem merem kimondani a falu nevét, ne sértődjétek meg, mert úgyse fogom eltalálni. Ente elkhajer. Na. Most talán jó, talán nem. Igazából szerintem különös zene szóljon, de mivel nem van építve, azért nincs. Logikusan, már copyright, hát YouTube. Na, szóval igazi pókember. Ez a kis egér. Na, oda főkül menni. Vissza kell hozni a sálat. Ja. Érdekes, hogy nem igazán jó itt a hitbox, úgyhogy így nevezem. Nem érő a lába a lépcsőre, de úgy mint ha lebegne. Na mindegy, ne foglalkozunk el. Bírom cincogni, igen, ezt kiderítettük már. Előbbül. Hajrá, hajrá. Hogy menjünk ide? De fölgőre fográn fel. Akkor mászunk. Mászunk, mászunk, fölfelé, mászunk. Meg itt az V-platformer dolgok, meg parkour dolgok, meg minden dolgok. Ugra-bugra, szokásos. Nincs semmi akció idáig. Így előre. Ez valószínű, hogy egy sztori alapú játék. Figyelj a player, ugye? Itt egy biztosíték valami. Három, ugye? Ez meg... Ott volt a jobbra egy izé, piros három. Csak gondolom ez a izé, ez a... nem? A villámelhárító vagy valami? Érdekes lenne belecsapni a villám. Így. Elhatározta, hogy főmászik, hát hajrá. Ilyen csúszós, nem tudom, hogy kapaszkodik ott fent, de nagyon a VR közben. Villámni. Elmászott. És történik. Próbálja leszedni a sálat, hogy bele a kabajod. Közben jön a vihar. Forog az ég. Hát...
Ki nem gondolta, hogy ez fog történni őszintén. Csak szólok. Várható volt. És most, hát... Elpusztoltunk, vagy... Bumion, azt mondja, hey. Hello, hello. Te ott lent. Ébredj. És most ilyen aranyszínűen világítunk, hogy... Mi a fene történt? Azt gondolta, hogy meghaltunk. Hát... Aha, hogy ültöltött minket energiával igazából. Érdekes koncepció. Mászok fel újra, beszélünk el. Csak használjam ezt a... ezért biztosítékot, vagy áramot. Közben egy achievementet kaptunk, hogy Reeled Mouse, nem tudom, hogy látszódott-e az Epic achievement. Menjünk közel, és rázod meg. Rajtad van az erő, és használhatod is, és siessek. Ne siettes már, hát beszélsz. Ja, a space size, ja. Megnyomtam, igazából azt hittem, hogy valami képesség vagy, de igazából beszélget is. Azt mondja, hogy bocsáss meg, hova megyünk. Fokold meg azt a... ízét, azt a... záramot... vagy mi a fenét, azt a kábelt. Nem vagy egy sima egér. És ez megjavítható. Akkor sem nem arra megyünk. Mi fog történni, hogyha nem arra megyünk? Ezt nem tudom, hogy hova játszódik. De Ville... De valami, de... Santa de... Spanyol, Portugál? Nem biztos. Hova megyünk? Bár. Tabak persze, bár. Euró, szóval... Nem tudás, az Európai Unió. Ugye már... Vannak pár edények, és az... Tényleg mindig le. Nem húzunk már fő. Húzom az időt, én is egy szégyeltem magamat. Na, mit kell akkor csinálni? Kérjél balra, hogy nulla. Hát, szóval átbírunk alakulni elektromossága. A legtöbbjük megsűrne, azt mondja. Bocsánat, ilyen idő van, na. Beszélgetés. Igen. És ki kell őket, ki kell ütet szabadítani. Érzelből. Nem tudom, hogy kicsoda. Itt vagyok. Sok olyan megzárom. Hello? Hello? Valami történik. Megijedt. Szegély. Na ez... meg micsoda akar lenni. Nagy óra van, mint a Pinókiónak. Mint a Zeus. Villáma homloká. Azt mondja, te! Te kiabál, csak nem kiabál, be vagyok rekedve kicsit. Van egy fogalmad arról, hogy mit tettél? Hogy fölmász,
hogy miért másztam fel oda. A vihar közepén. Ugye, meg akarsz halni? Ugye, szépen mondom. Nézd csak rám, mit tudom én. Ó, vagy miért? Miért? Miért gondolták, nem tudom, hogy kik azok, kik gondolták, hogy ez jó ötlet. Ja, hogy ő, ja, hogy miért gondolták, hogy jó ötlet, hogy ütet küldjék ebbe a falucskába. Szóval, te vagy ez a... Hát... Immortál, hanem mortál. Igen. Szóval ez a meghalható. Igazából. Nem a halhatatlan, igazából ki. Na, nem szép itt az. Nem él örökké. Ki vagy? Vagyis mi vagy te? Valamiféle patkány? Vagy egér? Igazából rejt az inkább patkány. Ah, vagy egér? Kiabtattál. Ó, igen. Bocsáss meg, ugye? Nem érted, ugye? Na, elmondja, ugye, elmegy rá az a... Az én nevem... Numion. És én vagyok a... Hát igazából, hogy is fordítsam, nem nektek? Ez ilyen szellem... Védelmező szellem. A többi... Védelmezők... És én... Le lettünk küldve erre a világra, hogy segítsünk az emberekkel. De az emberek nem tudnak erről semmit, ugyebár. Segítsége nélkül. Ez az emberek ugye teljesen igazából segítség nélkül maradnának. Mit tehetnénk még? Valakinek muszáj nekik segíteni. Szóval igazából ez az ötközésünk, igazából szerintem neki itt kellett volna belépni a világba, vagy nem tudom, hogy ki mit, hogy miért. Átment az ereje belénk. Aha, szóval így most itt ragadtam be az oszlopba. És nem bírja befejezni a küldetését. Ja, hogy így lent maradt a földön. Ja, értem. És ez neki nagyon nem tetszik. És ez minden az én hibám. Nyilván. Szóval nekem kell venni a felelősséget és segíteni neki. Ha, ne is nem viszi el, hogy ilyen meghallható creature, mi a franc. Igazából hát, egér nekem is. Legyen egér, de nem egér, de értitek. De nincs más választása. Na, nyisd ki azokat a nagy füleidet. Na, elmerázza, hogy mi lenne a dolog. Szóval az, hogy meg kell néznünk ezt a város, ugye Saint-Claire, talán jól mondom ki, vagy Fulúcs, jól mondom. Szóval be kell jelentenünk a... hogy mennyi darab ilyen... Hát, hogy is mondjam nektek... Troubled... mennyi olyan falusi van, aki... gondokat okoz. Ez az ő mesterének nagyon fontos. De egyelőre ez a mi munkánk. Szóval segítünk az embereknek, és mi boldogsággal leszünk. Felállta. Elég ebből az, hogy lelépett. Mindent megértettünk? Nem szereti magát ismételni. Legyek köcsögbunkó, és mondjam neki, hogy nem. Vagyis, hogy igen. Vagy mondjam neki, hogy
No. Vagy fordítva, ez a... De megkérnem. Akkor mi van? Vége a játéknak? Újra kezdjük? Vagy lecsesz érte? Vagy azt mondja, hogy mi egy nem megérthető személyek vagyunk, másrészt hülyék. Beszéljük ki. És el is érted az utolsó mondatot, amit mondtál igazából. Hát másra számítottam. Igazából nem értettem meg. Na, nem értettem. Érted, hogy nem értettem? Nem. Muszáj lesz megnyomni az igen. Igen, megértettem. Igen, kurvára. Egyáltalán nem. Azt mondja, hogy jó. Szóval el kell mennünk a falu egy részébe. És igazából észlelünk az embereket. És azon körül össze át kell mennünk Donakapun. Szóval vannak ilyen. Hogy is mondjam neked, erőink is használjuk. És több információt kapunk, odaérünk. Szóval, ne egy véletlenül visszamerünk jönni, szóval most lecsesz minket, ameddig nem hozunk egy darab, vagy boldogságot vissza. Nem töltheti az egész visszakat itt a földön. És gyessünk. Na, azt elcseszted, nem fogsz nekem sietetni. Én csak egy egérke vagyok. Meghallható. Megér. Megint nem jut eszembe, hogy mit lécsen magyarul. De, jó. És mi ez a vödör itt? Ez a... Ez bírjuk sokkulni? És ez mire jó nekünk? Egyébként. Ezt is bírjuk sokkulni, lapátot. Ezt is bírjuk sokkulni. Hát egy... Van égő. Aha. Ott is egy égő. Ezek ilyen collectibles-ok igazából. Gyűjthető tárgyak. Na várjunk csak. Hogy kéne nekem itt ezért följönni? De nem rög felugrani, de ott van az a égő. Végülök itt mászok? Nem. He's stuck at from the other side. Másik felülő van, ez így van. Pakatóval. Bezárva. Kinek hogy tetszik? Fogalmam sincs őszintén, úgyhogy küldöm már itt elektromosság, de nyomom. Hívt semmi. Na, egyelőre szerintem elég lesz, most láttátok igazából miről van szó. Én is láttam, hogy miről van szó, már mondom, nem igazán jártam utána. Ez a bunkó gyerek. Szebben is megfogalmaznám, de YouTube meg kulturál csatorna vagyunk, még mindig. Igen. Kultúra, igen. Szóval mondanak neki jó pár szép dolgokat, de ráhagyom. Ráhagyom, sem szerint. Szóval ez az első benyomás, ha tetszett, írjátok meg, lájkoljátok, kommenteljetek, és a többi, és a többi. Mondom Epiken most ingyenes vagy ingyenes volt, ha kivettétek, akkor próbáljátok ki ti is. Így nem rossznak tűnik, bár az angol tudás, mire izé a story alapú játék, single player, az nem árta van. Bár lehet követni így is, ugye volt egy indikátor, vagy minek hívjam, ott van 92 méterre, és lehet követni igazából.
Ha valakit nem érdekel a sztori. Na, én ez a kis egérke voltam, és sziasztok!